Hát jó. Talán már több mint egy hete volt, hogy megígértem magamnak, ma ezt a videót megcsinálom, nem ma, hanem egy héttel ezelőtt ma, és természetesen mindig tolódott, mert mindig valami közbe jött, de hát egy újszülött mellett ez egyáltalán nem meglepetés. Viszont ma végre sikerült egy kis időt szakítanom arra, hogy beszéljek, vagy meséljek nektek arról, hogy hogyan is telt az elmúlt 8 hét, majdnem 2 hónap, amióta a kislányom megérkezett erre a világra. Több kérdést tettetek nekem föl, több témakörben érkeztek a kérdések. Szeretném az elsőt gyorsan el is söpörni, vagy kisöpörni az útból. Szoptatással kapcsolatos, vagy anyatejjel kapcsolatos táplálkozás volt az, amit kérdeztetek. Igen, elég gyorsan, elég sokat fogytam. Talán vékonyabb is vagyok, mint azelőtt, hogy teherbe estem volna. Ez részben szerintem annak köszönhető, hogy folyamatosan termelődik az anyatej, ugye ez rengeteg energiát vesz igénybe, és hát maga a tápérték, amit a tej magában tartalmaz, az szerintem az én szervezetemből egy csomót elvesz. Ezért is szedek vitaminokat. Egyébként prenatal vitamint szedek a Biotech-től, de ezt postpartumban is lehet, tehát szoptatás alatt is. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, ezzel biztosítom azt, hogy nekem is és a tejemben is elég tápanyag, más mennyanyag és vitamin legyen. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy most a diétámra egyáltalán nem figyelek oda. Úgyhogy számomra is nagyon meglepő, hogy ennyire gyorsan, ennyire sokat fogytam. Ennek valószínű köze van a kicsit az alvatlansághoz, a fáradtsághoz, ahhoz, hogy tulajdonképpen vannak olyan napok, amikor nagyon enni sincs kedvem, vagy nem tudok, de erre majd egy kicsit később visszatérek. Viszont amikor eszek, akkor egyáltalán nem figyelek oda, nem is lenne energiám arra, hogy most kalóriákat számolgassak össze-vissza. Annyit teszek az egészséges táplálkozás érdekében, hogy az ebédemet járatom. Tehát minden vasárnap jön 7 adag előre lefőzött kaja, ami a hűtőben vár, és amikor eljön az ebédidő, akkor tulajdonképpen csak fel kell melegítenem. A reggelit saját magamnak intézem, ami általában zapkása. Napközben szekkelgetek egy banánt, egy almát, természetesen becsúszik egy kis csoki, vagy egy vödör jégkrém. És hát a vacsorát tök egyszerűen szoktuk elintézni, Dávid kell nekem 2 szelet pirítóst, vagy esetleg összedobunk egy gyors tésztát, rendelünk egy pizzát, mikor, hogy alakul. Ez az időszak sajnos most tényleg nem arról szól, hogy minden kalóriát kicentizek, minden egyes szénhidrát grammot és zsír grammocskát számolgassak. Úgy vagyok vele, hogy amire éppen időm van, és ami jól esik. A másik témakör, amiről szerettem volna beszélni, az egyáltalán az, hogy amióta megszületett a kisbabám Rozika, hogyan érzem magam, hogyan alakulnak a dolgok. Meg kell, hogy mondjam, hogy sokkal nehezebb egy újszülött kisbabával, mint arra számítottam. És hiába mondjátok, hogy számíthattam volna rá, hogy nem lesz könnyű, számítottam is rá, csak arra nem, hogy ez tényleg ennyire nehéz, és ennyire meg tudja viselni az embert. Úgy gondolom, hogy nem csak a baby blues, hanem sajnos a szülés utáni depresszió is egy kicsit arcon csapott engem, és bár napról napra sokkal jobb, mert ugye ahogyan fejlődik a kisbabám, és egyre több dolgot képes csinálni, például rám mosolyog, el van magában 5 percig, 10 percig, amíg én mondjuk el tudok mosogatni, vagy be tudom dobni a ruhákat a mosógépbe, ez már mind hatalmas segítség. Arról nem is beszélve, hogy a mosolygása, az, hogyha már nem sír önkéntelenül egyfolytában, az nekem egy hatalmas pozitív visszajelzés, ami nagyon sokat segít abban, hogy megerősítsen, mégis valamit jól csinálok, még akkor is, hogyha nehéz, még akkor is, hogyha fáradt vagyok. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok anyának nagyon nehéz leküzdenie azokat a gondolatokat, amik a kisbaba sírásakor igazából csak felerősödnek. Én nagyon sokszor megkérdőjeleztem, hogy vajon jó anya vagyok-e, hogy vajon erre
rátermet vagyok-e egyáltalán, és valóban nagyon sokszor van, hogy elsírom magamat. Vannak boldog sírási pillanatok, vannak kétségbe esett, szomorú sírási pillanatok. Szerintem egyáltalán nincs ebben semmi szégyelnivaló, abban sem, hogy valaki megkérdőjelezi a rátermettségét. Teljesen természetes, és csak ismételni tudom önmagam, amikor azt mondom, hogy le a kalappal azok előtt, a nők előtt, akik ezen nem, hogy nem mennek keresztül, de tényleg csak pozitívan és csak csodálatosan élik meg ezeket a napokat, heteket és ezt az első 3 hónapot. Remélem, hogy 3 hónap, és 3 hónap után egy kicsit átlendülünk a még jobb, még pozitívabb fejlődés irányába. Igazából nem arról van szó, hogy fel szeretném gyorsítani az időt, és elcserélném ezeket a pillanatokat bármire, de türelmetlenül várom már azt, hogy a kislányom felkacagjon, esetleg megfogja a kezemet, esetleg kinyújtsa felém a kezét, hogy azt lássam, hogy tényleg van érdeklődése a világ és az őt körülvevő személyek iránt, hogy talán lássam azt, hogy vannak dolgok, amik kifejezetten tetszenek neki, és vannak, amik nem. Most már szoktunk egy kicsit beszélgetni, nagyon aranyos, amikor egymásnak gügyögünk tulajdonképpen. Ez is egy olyan pillanat, ami rettentően segít abban, hogy emlékeztessem magamat, lesz ez még jobb is, van remény. Egy dolgot megemlítenék, ami nekem sajnos nagyon nem segített sokat, az hát ugye a kéretlen jó tanácsok. És ebbe beleértem egyébként az interneten keresendő válaszokat a kérdéseinkre. Azért beszélek többes számban, mert valószínű nem vagyok egyedül ezzel. Én éjjel-nappal a Google-t bújtam, és mindenféle kérdéseket tettem föl etetés, illetve szoktatás közben, hogy vajon ez normális, ilyenkor mit kell csinálni, akkor mi a teendő. És nagyon sajnálatos módon azt vettem észre, hogy nagyon sok válasz úgy válaszol az édesanyák, vagyis az én kérdéseimre is, hogy egy ilyen ideális, tökéletes világban ennek így is így kellene működnie. Viszont ez nem mindig segítség, és igazából csak még nagyobb nyomást éreztem magamon azzal, hogy igazából nem arra a kérdésre kaptam választ, probléma megoldást válaszként, amivel éppen küszködtem, hanem inkább az volt a válasz, hogy ennek így kellene mennie, még akkor is, hogyha ez nem feltételes módban volt megírva. És ezt értem a szoptatási tanácsadóra, értem a nővérekre a kórházban, értem tényleg az internetre, és egyre inkább azt éreztem, hogy valamit nem csinálok jól. Én azt mondanám mindenkinek, minden kedves nagymamának, minden kedves anyukának, aki már túl van ezeken a napokon, heteken, és minden kedves barátnőnek, aki jobban tudja, hogy ha van olyan ismerőse, aki segítségre szorul, akkor kérlek titeket, hogy ne a véleményetekkel és ne a személyes tapasztalatokkal próbáljátok ellátni ezt a személyt jó tanácsként, inkább csak kérdezzétek meg tőle, hogy mire van szükséged, ha egyáltalán szüksége van valamire, hogy hogyan tudnátok segíteni, mert hogyha az abból áll, hogy egy ölelésre van szüksége, vagy arra, hogy abból, hogy elmosogassatok utána, vagy abból, hogy a babájára odafigyeljetek 30 percig, akkor inkább ebben segítsetek, és erősítsétek abban, hogy bármilyen döntést is hoz, az valószínű számára, a babája és a családja számára a lehető legjobb döntés lesz. És ne próbáljátok azt mondani, hogy így kellene csinálnia, hogy így sikerüljön, vagy úgy kellene csinálnia, hogy úgy legyen tökéletes. Ezt a szót, hogy tökéletes, inkább felejtsük is el. Tényleg inkább próbáljátok segíteni az embert, mert úgy gondolom, hogy minden más ilyenkor egyre nagyobb nyomást helyez a leendő anyuka vállára, vagy az anyuka vállára. Ami nem jó. A harmadik téma, amit
ami egyébként egy picit ide kapcsolódik, az maga az etetés és szoptatás, mert rengetegen kérdeztétek tőlem, hogy ugyan miért pumpálok, és hogy miért nem szoptatok, és hogy miért kell ezt csinálni, miért kell azt csinálni, illetve nagyon sokan biztattatok is, hogy engedjem el ezeket a negatív indítatású kérdéseket, vagy kérdőre vonó kérdéseket, de nem tudom úgy elengedni, mert úgy gondolom, hogy hát ha van kérdés, akkor azt inkább megválaszolom. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, és még mindig szeretnék is szoptatni. Tényleg az lenne a tökéletes picture, a vágyam, az álmom, hogy ez így összejöjjön, és menjen, és jó lessen, és jó legyen neki is. De sajnos nem minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Eleve a kórházban a nővérek már azt mondták nekem, hogy nem stimulálom a mellemet kézzel eléggé, ezért nem indul meg az anyatej. És ez borzasztóan rosszul esett, mert ugye két napot töltöttünk bent a kórházból, és abból a két napból tulajdonképpen több órán keresztül, óránként nagyon sokáig azzal szenvedtem, hogy kézzel erősen masszíroztam a mellemet, annyira fájt, hogy szinte már potyogtak a könnyeim, és én próbálkoztam, és amikor panaszkodtam a nővérnek, hogy nem jön a tej, akkor csak annyit mondott, hogy nem próbálkozok eléggé. Ez egy borzasztó, borzasztó ilyen lecsapó válasz volt, hogy akkor én csinálok valamit szarul. Ez odáig fajult, hogy amikor két nappal később hazajöttünk a kórházból, annyira durván bedurrantak a cicieim, hogy muszáj volt ráraknom a pumpákat, amitől már akkor azért potyogtak a könnyeim, mert annyira fájtak a melleim, és már a pumpálás is egy ilyen fájdalmas megkönnyebbülés volt. Ó, és csöndben vagyunk. Mindjárt jövök. One eternity later. És már itt is vagyunk. Tulajdonképpen csak egy óra telt el, amióta abba hagytam a felvételt, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hol tartottam. Talán a mi etetésünkről és szoptatásunkról kezdtem el mesélni, és arról, hogy már a kórházban is nyomást helyeztek rám, ami egyáltalán nem esett jól. És amikor hazajöttem, akkor már annyira sok volt a tejem, és annyira fájt a cicim, hogy már a pumpálást is könnyes szemekkel végeztem. Egyébként nekem még ott a kórházban a szoptatási tanácsadó adott mellbimbóvédőt, és a mellbimbóvédővel úgy nézett ki, hogy egyébként jól mennek a dolgok, de ugye mondták, hogy aki mellbimbóvédőt használ, az utána, annak utána pumpálnia is kell, mert valószínű, pumpálnia is fejnie kell, mert valószínű, hogy kevesebb tejet tud kiszívni a baba a ciciből. De nekem nem volt világos, hogy akkor most minden alkalommal, vagy előtte, vagy utána. Nagyon fáradt is voltam, mert ugye ez még az az időszak volt, amikor két óránként kellett etetni, tehát tulajdonképpen ő evett, akkor pumpálhattam volna, és majdnem kezdhettük volna előről az egészet. Úgyhogy egyik nap, amikor lementem a parkba, véletlenül nem vittem magammal mellbimbóvédőt, ő viszont éhes lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát jó, hát próbáljuk meg akkor anélkül, és ráraktam a cickomra, és a legnagyobb meglepetésemre evett a mellemből, és én nagyon boldog voltam. Úgyhogy hazajöttem, meséltem Dávidnak, hogy képzeld, ment, úgyhogy mi lenne, ha elhagynánk a mellbimbóvédőt. El is hagytam, és egy pár napig egyébként minden úgy tűnt, hogy rendben van. Áthívtam egy másik szoptatási tanácsadót, aki segített abban, hogy akkor milyen menetben, milyen időközönként, mennyi ideig tegyem a cicimre a babát, és azt mondta, hogy majd a kereset be fog állni, vagyis a kínálat bele fog állni a keresethez, bocsánat. Most én hittem is neki, de nem így történt. Azt vettem észre, hogy egyre kisebbek a melleim, szinte már olyan picik, mint azelőtt, hogy... So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Harmadik próba. Most nem felejtettem el. Olyan picik voltak a cicieim, majdnem, mint azelőtt, hogy teherbe estem volna. Nyugi. Nyugi, van vele valaki. Van vele valaki egyébként, úgyhogy
Néha még egyébként segítségem is nagyon-nagyon nehéz, és nem nincs állandó segítségem, csak alkalmankénti ilyen esetekre, mint például most, amikor úgy döntöttem, hogy már pedig ezt a videót föl fogom venni. Visszatérve. Szóval összeestek a mellecském, és azt vettem észre, hogy ő egyre frusztráltabb, egyre mérgesebb, egyre idegesebb, és elkezdte magától eltolni a melleimet. Egyszerűen nem is éreztem azt, hogy lenne bennük tej, hogy bármennyire is feszülnének, vagy bármennyire is feltöltődnének. Úgyhogy pánikomban és a rossz élményen, a sok sírás miatt úgy döntöttem, hogy akkor vissza a mellbimbóvédőt, mert az legalább működött, de addigra valahogy annyira elszokott tőle, hogy nem szívta egyáltalán. Tehát azzal meg éreztem, hogy zéro, nulla szívás ereje van, és olyan volt, mintha csak cumizgatna a cicimen. Ez is borzasztóan frusztráló volt, úgyhogy nagyon elkenődtem, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt muszáj elkezdeni géppel fájni, hogy egyáltalán tudjam, hogy mennyi tej van a cicieimben, és a legnagyobb meglepetésemre, vagyis nem az enyémre, sajnos az lett, amit gyanítottam, alig jött le egy fél adagnyi tej. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy kezd el apadni a tejem, és ezt én borzasztóan éltem meg, úgyhogy elkezdtem az internetet bújni, hogy ilyenkor mit kell csinálni, írták, hogy mit kell enni, javasoltak táplálékkiegészítőket, akkor mindenféle ennivalókat, és a szaporító fejést. Úgyhogy elkezdtem ezt csinálni, ezt nem tudom, tudjátok-e mi. Itt Amerikában úgy csinálják, hogy 20 percig fejsz, 10 perc szünet, 10 percig fejsz, 10 perc szünet, 10 percig fejsz, és itt vége. Ez így kereken egy óra, és ezt reggel is, és este is megismétlen, a kettő között pedig rendesen fejsz. És én először egy kézzel, egyszerre egy cicit masszírozva nagyon erőltettem, az a pár nap, amíg ezt csináltam, az engem nagyon-nagyon megviselt. Időm se volt a babához, fájdalmas is volt, és tulajdonképpen semmi más nem csináltam, csak ezt az egy tevékenységet, csak fejtem és fejtem és fejtem és fejtem, és aztán etettem, és fejtem és etettem. És mire elértünk az egy hónapos időpontjához az orvosnál Rozinak, addigra én úgy éreztem, hogy teljesen széttörtem mentálisan, és az ő orvosa, tehát a gyerekorvosunk volt az, aki azt mondta, hogy anyuka, le kell állnod. Az sokkal fontosabb, hogy te és a gyermeked együtt tudjatok időt tölteni, mint az, hogy te teljesen tönkremész abban, hogy hogyan és milyen tökéletességgel, milyen precizitással próbáld ellátni a kisbabádat. Azt mondta, hogy van olyan nő, aki nem is tervezi azt, hogy szoptatja majd a gyereket, vagy anyatejet ad neki, van, aki kedden megszül, és már kedden tápot ad a babának. Úgyhogy mondta, hogy ezek a tápszerek erre vannak kitalálva, ebben nincsen szégyelnivaló, hogyha úgy döntök, hogy innentől kezdve tápszerezem a babámat, akkor az az én döntésem. Én úgy voltam vele, hogy próbáljuk még meg ezt a fejésetetés dolgot, de könnyítek a helyzetemen, jobban felszerelkezek, beszerzek egy olyan mellpumpát, vagy mellfejőgépet, ami hordozható, ami nincs konnektorhoz kötve, talán egy olyat, ami még kábelekkel sem kell beszűdni, és nem nagy, úgyhogy ebbe investáltam, és úgy döntöttem, hogy akkor elengedem ezt a kézzel masszírozás dolgot, egyszerűen csak ráteszem a gépet, és lejön annyi, amennyi jön. És hála az égnek, a szaporító fejésnek szerintem, és a sok zabkásának megjött az eredménye, és körülbelül egy héttel később, vagy egy héttel azután, hogy ezt elkezdtem, több mint 200 milli van, hogy most már esténként 300 milliliter is lejön, úgyhogy most már a fagyasztó is tele van, de legalább van tej, és abban reménykedem, hogy amikor Rozi egy picit majd nő, akkor megpróbálhatom visszatenni a cicimre, egyébként most is szokott a cicimen lenni, de inkább csak komfort, inkább csak a megnyugvás, az elalvás miatt, ami engem megint nem zavar, mert hogyha ez a pár perc jelenti nekünk ezt a kapcsolatteremtést, akkor ez a pár perc megadatódik, és ez a pár perc is nyugalomban, békességben telik, de ami a legfontosabb számomra, hogy amióta üvegből eszi az anyatejet, azóta tényleg nyugodt, azóta tudom és látom, hogy mennyit eszik, azóta gyönyörűen fejlődik, és tudom, hogy az apukája is meg tudja etetni, tudom, hogy majd a nagymamák is, a nagypapák is, a rokonok is, a barátok is esetleg részesülhetnek ebben az élményben, és nem utolsó sorban ugye nekem is így ezekben a pillanatokban, ha más eteti, szabadabb egy picit a kezem, tehát el tudok mosogatni, be tudok dobni egy adagot a mosógépbe,
Úgyhogy igen, ez nekem extra munka, de nekünk ez működik. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább megéri, mint az, hogy valaki beleőrüljön abba, hogy milyen nyomást helyez magára, és hogyan kellene teljesítenie, mert nem utolsó sorban a körülöttem lévő emberek is megsínlik azt, hogyha én nem vagyok jól. Tehát a Dáviddal való kapcsolatom sem lesz olyan jó, a barátaimmal sem, egyszerűen az ember szerintem ilyenkor eltolja magától azokat az embereket, akik a legfontosabbak, és akik a leginkább tudnának segíteni, akik a leginkább támaszt nyújtanának. Úgyhogy visszatérnék még egyszer arra a gondolatmenetre, hogy én mindenkit kérek arra, hogy ne próbálják kioktatni, és tökéletességre, ezt a tökéletes, mindig azt mondom, hogy tökéletes, nincs olyan, hogy tökéletes, de talán a legideálisabb helyzetre sarkalni az anyukát, hogyha egyszerűen nem megy, inkább próbáljanak meg ott lenni neki támaszként, és megnyugtatni, hogy bármi, amit tesz, az a helyes döntés, mert és ez nagyon igaz, ezt Ildi mondta a Dunám, hogy sose feledjem, hogy az én babám számára én vagyok a legjobb anyuka. Én vagyok a lehető legjobb anyuka, én is ember vagyok, én is fogok hibákat elkövetni, de nálam senki nem fogja tudni jobban azt, hogy mi kell az én kislányomnak. Ezzel zárom ezt a gondolatot, ezt a videót. Egyébként jól vagyunk, és nem sokára jövünk haza Magyarországra, és Rozi fog találkozni a családommal, a családjával, Dávid családjával is, most már mindannyian egy nagy család vagyunk. Úgyhogy a rokonok is fognak vele, meg fognak vele ismerkedni, és a barátaim is egy kicsit megismeri majd Magyarországot is. Aztán pedig jövünk vissza Amerikában sietősen, a karácsonyt is itt fogjuk tölteni, és igen, már várom az első ünnepeket együtt, és egy kicsit azt is várom, hogy teljenek a hónapok. Na jó. Megyek vissza hozzá, megnézem, hogy hogy van, hogy alszik-e, vagy eszik-e, hogy szüksége van-e bármire. Sziasztok!